Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, konfirmációnk kezdetén énekeljük a 188. éneket. A 188. éneket, amely így kezdődik, a bünkös ünnepén. Segítségünk és alkalunk megszentelése jöjjön a mindenható Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Gyertek, ifjú testvéreim, imádkozzunk, mondjuk el együtt a konfirmáló ifjak imádságát. Édes Atyánk, jó Istenünk, néked köszönjük az életet, néked ezt az áldott órát, melyben te előtted és a gyülekezet jelenlétében hitünk megvallásával magunkra vehetjük azt a fogadalmat, amelyet szüleink és keresztüleink tettek megkereszteltetésünk alkalmával. Jöjj és légy közöttünk! Áld meg ezt az órát, amikor a Krisztus nevéről bizonyságot teszünk. Fogadj el minket, Úr Jézus Krisztus, tanítványaidnak, és a mai naptól tedd áldottá a te követésed. Szentlélek, Úristen, szállj alá mireánk, tiszta lángod érintse és tisztítsa ajkunkat, hogy azt a fogadalmat, amit ma teszünk, a Szent Háromság egy igaz Isten nevében megtartassuk. Szent lelked által létrehozott Anya Szent Egyházadnak lehessünk holtig hűséges és engedelmes tagjai. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten, hallgass meg, és áldj meg minket. Szentséges nevedre térjen dicséret és dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, foglaljatok helyet is. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, mint most konfirmáló ifjakat, és nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mindenható Isten az ő szent lelke által bátorítson fel benneteket, de bátorítson fel mindnyájunkat,
a mi Urunk Istenünk, hogy ez az alkalom emlékeztessen bennünket a mi konfirmációnkra is. És ez a konfirmáció, amely ugye hitünk megerősítését jelenti a Szentlélek által, legyen a gyülekezet hitének is megerősítése a Szentlélek által. Így fogadják szeretettel a testvérek ifjaink mai ilyetén szereplését. Elmondom azért megelőzőleg, hogy a gyerekek már egyen-egyenként is levizsgáztak, tehát kilettek kérdezve, kisebb csoportokban kilettek kérdezve. Úgyhogy a mai alkalom tulajdonképpen egy kis érzékeltető abból a felkészülésből, amelyben a gyerekek részesültek. Így fogadjuk őket szeretettel, drukkoljunk mi is nekik, és szívünknek békessége, lelkünknek nyugalma, segítse őket abban, hogy bátran meg tudjanak válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket most felteszek nekik. Azonban tudjuk, hogy ekkora gyülekezet, ilyen népes gyülekezet előtt szerepelni vagy kiállni és megszólalni nem kis teljesítményt jelent, ezért nézzük el, ha esetleg valakinek lámpaláza lenne, tudjuk be ennek, hiszen gondoljunk arra, hogy bizony nekünk is, ha ki kellene állnunk egy nagy gyülekezet elé, hát ugyancsak össze kellene szednünk alaposan magunkat. Így fogadjuk őket szeretettel, a Jóisten legyen velünk és áldjon meg bennünket ez ünnepélyes alkalommal. Névsor szerint lesz a kikérdezés, tehát Bot Anna Máriát szólítom. Anna Mária, miért akarsz konfirmálni? Hogy önként magamra vegyem azt a fogadalmat, amelyet szüleim és keresztüleim megkeresztelésemkor helyettem tettek. Kik a keresztény egyház tagjai? Azok a megkeresztelt emberek, akik Jézus Krisztusban hisznek és őt követik. Mit jelent a református név? Visszalakított, megújított az egyház az idők folyamán letért a Szentírásban kijelölt útról, emberi tévelgések miatt megromlott, ezért szükség volt a megújítására. Most a 10 parancsolatból mondd el az 5. parancsolatból kezdődőket. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened át te néked. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanú bizonságot, ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a te fele barátodé. Jól van, foglalj helyet, ahol már van. Igen. Nos, Dani, mi hasznod van Krisztus feltámadásában? Krisztus feltámadása az én feltámadásomnak is záloga. Az ő ereje új életet terem bennem, mely a hálaadásosság jó gyümölcseit termi. Így van, mondd el az első 4 parancsolatot, tehát az első, második, harmadik és negyedik parancsolatot. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fent az égen, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák védkét a fiakból a harmadik negyedizikben, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezrizikben, akik engem szeretnek és az Úr parancsolatát megtartom. Az Úrnak a te Istenetek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombat napról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenetek szombatja. Ne tégy azon semmit, se magad, se fiad, se szolgád, se szolgállányod, se ökröd, se jövevényed és senki, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon át teremti az Úr a földet, az eget, a vizet és mindent, ami azokban van, 7. napon pedig megnyugovék. Ezért megáld el a szombat napját és megszentelél azt. Jól van, nagyszerű, foglalj helyet. Fehér Bence következik. A konfirmáció hitünk megerősítése a Szentlélek által. Hol ismerted meg az igaz keresztény hitet? A
az igaz keresztény hitet a református keresztény anyaszentegyházunkban ismertem meg. Mi a szentírás üzenete? A szentírás üzenete az evangélium. Ez a görög szó magyarul ezt jelenti. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök életet éljen. Igen. Kálvin János mit tanít a törvény hármas használatáról? Kálvin János tanítása szerint a törvénynek hármas használata: tükör, fék, ösztöke. Tükör, mert meglátjuk benne a bűneinket, fék, mert visszariasztott bűntől és bűnbánatra indít, ösztöke, mert Isten iránti engedelem és életre buzdít. Jól van, Bence foglal helyet, Fűrész Gergő következik. Gergő, mit jelent számodra Jézus Krisztus halála? Jézus Krisztus halála azt jelenti, hogy Isten az ő áldozatát nekem tulajdonítja, bűneimet megbocsátja és kegyelem bölgyelmekévé fogadja. Igen, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget? Nékem adatok minden hatalom menjen és küldön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelnék őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Így van. Mi néked életedben és halálodban egyetlen fő igazolás? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegette, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem esett le a fejből. Sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért ő Szent Lelke által az örökség felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezen túl őnek éljek. Jól van, Gergő, foglalj helyet, Gavas Dorina hitet. Az igaz keresztény hitet a református keresztény ön a Szentegyházunkban ismertem meg. Mi a bűn? Engedetlenség Isten iránt. Isten szeretetet kíván önmaga és fele barátaink iránt, de mi gyűlöletre vagyunk hajlamosak. Ez a mi bűnünk. Hány gondot kell tudnod a véget, hogy boldogul élhess Isten kegyelmében? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadítatom meg minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom Istennek a megszabadításért. Jól van, foglalj helyet. György Eszter következik. Esztikán, mi az üdvösség? Az üdvösség Isten jelenléte életünkben. Ebből fogad minden jó tétemény és áldás, amiben a Szent Háromság Isten egész életünket, testünket és lelkünket az örökké valóságban és a Földön részesíti. Igen, mondd át te is a első négy parancsolatot. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről. Ne legyenek néked idegen isteneid éve előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy alant a földön, a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltő szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák védkét a fiakban, a harmad és negyedéziket, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, és senki, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon át teremti az Úr az eget, a földet és a tengert, és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodik. Ezért megáld az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Jól van. No, mondd el még az Úrra, csak a szeretet. Én az Úrtól vettem, amit néknek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárulták, vette a kenyeret és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetekben. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorát volna, és ezt mondám: ez a pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemben.
Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Jól van ez a foglalt helyet. Horváth Lívia egy következik. A református az név azt jelenti, visszalakított, megújított az egyház, az idők folyamán lefért a Szentírásban kijelölt útról, emberi tévegések miatt szükség volt a megújítására. Igen. Van-e következménye a bűn? A bűnnek van következménye, mert Isten a bűnt nem hagyja büntetés nélkül. Igen. Mondd át is a törvény hármas haszna. Kármilyen János tanítása szerint a törvénynek hármas haszna van: tükör, fék és ösztöke. Tükör, meglátjuk benne bűneinket, fék visszajöz bennünket bűneinktől és bűnbánatot indít, ösztöke, Isten iránti életre indít bennünket. Így. Miért nevezik a Szentírást Isten szövetségkönyvének? A Szentírás Isten szövetséges könyve, mert Isten szövetségéről szól, amelyet az ő Izrael népével kötött, és ezt a szövetséget Isten Krisztus által nyújtotta, és minden napra kiterjesztette. Jól van, mivel foglalj helyet. Jakab Attila következik. Krisztushoz tartozott. Igen. Megvonta Isten a bűnös embertől szeretetét? Isten a bűnös embertől nem vonta meg szeretetét, mert Isten nem akarja az ő bűnös halálát, megtérjen és éljen. Igen. Mi a Szentírás? Szentírás görög szóval Biblia, könyvek gyűjtemény. Könyvek arról tesznek az országot, amit Isten szól, és tett az ember javára és üdvösségére. Igen, hány része van Szentírás? Szentírásnak két része van, az Ószövetség és az Újszövetség. Az Ószövetségben 39, az Újszövetségben 27, teljes Szentírásnak 66 könyv van. Jól van, foglalj helyet, Attila. Kálmán Viktória próféta. Jézus Krisztus fő profétánk, mert Isten akaratát életünkre és üdvösségünkre nézve tökéletesen kijelentette. Igen, te is mondd a keresztség szereztetés így. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nékik, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Igen, hogyan foglalja össze Jézus Krisztus a tíz parancsolatot? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd vele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Jól van, Miki, foglalj helyet. Kísérlek. A sákramentumok látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Krisztus rendelt azért, hogy ezek által a bűnbarátságát még jobban megértesse és megpecsételje. Jézus Krisztus két sákramentumot rendelt, a keresztséget és az úrvacsorát. Igen, micsoda tenéked egyetlen főbb igazságot? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgálja. Ezért ő szent lelki által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Igen. Hány dolgot el tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogulnél? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadítatom meg minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom Istennek a megszabadításért. Jól van, hogy a foglalj helyet. Kovács Cintia következik. Jézus Krisztus főpapunk, mert magára vette bűneinket, halálával elszenvedte helyettünk a büntetés, és feltámadása után is esedezik életünk. Igen. Hogyan mutatta meg Isten a bűnös ember iránti szeretetét? Isten a bűnös ember iránti szeretetét úgy mutatta meg, hogy szabadított küldött számára szent fiát, Jézus Krisztust. Igen. Mi a Szentírás üzenete? Az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jó, foglalj helyet, tovább Ervin. A reformáció lényege az, hogy a Debra Szentírást fogadjuk el, hétünk és életünk zsinór mértékéül. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus királyunk? Jézus Krisztus királyunk, mert a Atya jobbjának, a szükségével és szent lelkével kormányozza életünket. Igen.
Kicsoda Jézus Krisztus? Jézus Krisztus Isten egyszülött fia, aki ember életére tűnt, hogy bűneinktől megváltson és örök életre betéreljen. Igen. Hány része van Szentírásnak? Szentírásnak két része van, Ószövetség és Újszövetség. Az Ószövetségben 39, az Újszövetségben 27, a teljes Szentírásban 66 könyv van. Jól van, foglalj helyet. Kovács László következik. Laci, mire kötelez bennünket református voltunk? Református voltunk, arra kötelez bennünket, hogy mindenkor Istenre figyelünk. Ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Hogyan lett Jézus Krisztus szabadító? Jézus Krisztus szolgáló életével, kereszthalálával és feltámadásával lett szolgáló. Igen. Hogyan foglalja össze Jézus Krisztus a 10 parancsolatot? Szeresd a Te Uradat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd a Te felbarátodat. Így van. Nos, foglalj helyet, Kovács Tamás következik. Tamás, hogyan lett Jézus Krisztus szabadító? Jézus Krisztus szolgáló életével, keresztalálomból és feltámadásával szabadító. Így van. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a mi fő proféta? Jézus Krisztus fő proféta, mert készítette a korotát, minden községünkre, az a tökéletesen kijelentett. Így van. Mi a bűn? A bűn engedetlenség Isten iránt, Isten szeretetet kíván, önmaga és felbarátait iránt, pedig gyűlöletre vagyunk hajlamosak, ez a mi bűn. Igen, igen. A törvény hármas használatú. Kármi János tanítása szerint a törvény hármas használatú. Tükör, fék és ez tükör, mert meglátod meg a bűneiket, fék, mert visszavézik, a kormányatra indít, köztöke, mert Isten iránti szeretetre húzik. Igen, jó van, foglalj helyet, Tamás. Nagy Katalin következik. Mondd el az első, második, harmadik és negyedik parancsolatokat. Én az Úr vagyok, a Te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgálatházadtól. Ne legyenek néked idegen istenei én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy alant a földön, vagy lenn a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák védkét a fiamban, harmad és negyed íziglen, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a Te Istenednek a nevét hiába felnevel, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, ha az ő nevét valaki hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a Te Istened elszabadja. Ne tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövedénye, se semmi, ami a Te kapuidon belül van. Mert hat napon át teremté Isten a földet, az eget, és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megkérdezik, azért megáldá Isten a szombatnapját, és megszentelje azt. Keresd kétszer ezt a kökség. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmegyén azért tegyetek tanítványokkal minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden napon a világnak végezetéig. Jól van, hogy a foglalj helyet. Nagy Lilla következik. Lilla, az úrvacsora szerezhetős időt. Én az Úrtól vettem, amit nektek előtörbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtölte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti életetek megtöletik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vettem, minden után vacsorát volna ezt mondván. E pohár, am az új testamentum, az én vérem által ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohár, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljöven. Minéked életedben soha magam, egyetem tesz. Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmában megszabadított,
és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért ő szent lelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Sokan egyedül parancsolatot. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert Isten hat napon át teremté az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megúl a vég. Azért megállta az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Jól van, köszönöm a helyet. Nagy Nóra következik. Szent könyvek gyűjteménye, a könyvek arról tesznek bizonyságot, amit Jézus szólt és tett az emberi és üdvösségére. Igen. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus főpapunk? Jézus Krisztus főpapunk, mert magára vette bűneinket, és halálával elszenvedte helyettünk a büntetést, és feltámadása után is esedezik életünk. Igen. Az első és a második parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából ne legyenek néked idegen isteneid, én adottam. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltő szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkeit a fiaikban, harmad és negyed ízikben, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem azokkal ezer ízikben, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Jól van, foglalj helyet. Nyári Ramona következik. Ramona, kicsoda Jézus Krisztus? Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, aki emberélet érettünk, hogy bűneinkből megváltson. Igen, a harmadik és a negyedik parancsolat. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, és hogy megszenteljed azt, hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se szolgád, se szolgáló lányod, és senki, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon át teremti az Úr az eget, a földet és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodik. Jól van, foglalj helyet, Ősz Erik következik. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd vele barátodat, úgymagadat. Igen, melyek egyházunk ünnepe? Karácsony, Jézus Krisztus születésének napja, virágvasárnap, Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe, nagypéntek, Jézus Krisztus halálának napja, ismét Jézus Krisztus feltámadásának napja, áldozatcsütörtök, Jézus Krisztus megdömeletele, pünkösd, a Szentlélek kitöltetése, október 31. a reformáció ünnepe. Igen. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus király? Jézus Krisztus király, mert az Atya jobbján, a Szent Lelkével és igéjével kormányozza életünket. Jól van, foglalj helyet, Erik. Rábai Jennifer. A Szentírásnak két része van, az Ószövetség és Újszövetség. Az Ószövetségben 39, az Újszövetségben 29, a teljes Szentírásban 66 könyv van. Igen. Most mit jelent számodra Jézus Krisztus? Halála azt jelenti, hogy Isten az ő áldozatát nékem tulajdonította. Bűneimet megbocsátja és kegyelmből gyermekévé fogad. Na még egy kérdés. Mi az üdvösség? Az üdvösség Isten életünkben. Ebből fakad mindaz a jótétemény és áldás, amelyben a Szent Háromság és Isten egész életünket, testünket és lelkünket a Földön és az örökké valóság részére. Jó, foglalj helyet. Tóth Réka következik. Réka, hogyan mutatta meg Isten a bűnös ember iránti szeretetét? Isten úgy mutatta meg a bűnös ember iránti szeretetét, hogy szabadított küldött számára Szent fiát, Jézus Krisztust. Igen. Mi hasznod van Krisztus feltámadása? Krisztus feltámadása az én feltámadásomnak is záloga. Az ő ereje új életet teremt, ami a hála a bűncsebb jó gyümölcseit.
Igen, mondd el az ötödik és a hatodik parancsolatot. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened árt-e néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot, ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se öklét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jó, foglalj helyet. Tóth Riha, Ricsi, miért nevezik a Szentírást Isten szövetségkönyvének? A Szentírás Isten szövetségkönyvének azt a szövetséget tartalmazza, mert Isten Izrael népével kötött. Ezt a szövetséget Krisztus által megnyitotta és minden évben megérzette. Igen. Mik a sákramentumok? A sákramentumok látható szentjegyek és pecsétek, amelyeket Krisztus azért rendelt, hogy ezek által az ő váltságát mindjában megértesse és megpecsételje. Jézus Krisztus két sákramentumot rendelt, a keresztséget és a szentírás. Igen, na mondd el a keresztség szentjegyét. Néki maradott mindjárt dolog menjen és földön. Elmerülni azért életet váltokká, hogy a keresztelvényöket, vagy el, Törpánöket arra, hogy megfogják, hogy azt, hogy én parancsoltam nektek, és íme én veletek leszek minden napon a világ nézőjét. Jól van, foglalj helyet. Török Laura. Isten a bűnös embertől nem mondta meg a szeretetét, mert Isten nem akarta a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Igen. Mi a legfőbb része a református istentiszteletnek? A református istentiszteletnek legfőbb része az ige hirdetés, mely által Isten megszólítja a gyülekezetet, és erre a gyülekezet engedelmességgel és háladással felel. Igen. Mondd el az Úr vacsora szereztetés igét. Én az Úrtól vettem, amit nektek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakáján, melyen elárultat én, vette a kenyeret és hálát adott rá megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, ez az én testem, mely ti életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képpen a pohárt is vettem, minek után vacsorát volna ezt, a pohár az Úr és mondtok az én vérem által, ezt cselekedjétek, ha valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és iszátok a pohárt, az Úrnak pohárt hirdessétek, amíg eljövök. Jól van, hogy a pohárt helyet. Kálvin János tanítása szerint a törvénynek hármas haszna van. Tükör, fék és ösztöke. Tükör, hogy meglássuk benne bűneinket, fék, mert visszariaszt a bűntől és bűnbánatra indít, ösztöke, mert Isten gyönt engedelmes életre buzdít. Igen. Mi az egyház életének legfontosabb eseménye? Az egyház életének legfontosabb eseménye a gyülekezeti Isten tisztelet, ahol az egyház tagjai egymással és Istennel való közösségüket gyakorolják. Igen. Melyek egyházak ünnepei? Karácsony, Jézus Krisztus születésének napja, Virágvasárnap, Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe, Nagypéntek, Jézus Krisztus halálának napja, Húsvét, Jézus Krisztus feltámadásának napja, Áldozócsütörtök, Jézus Krisztus mennybe menetele, Pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének napja, október 31, a reformáció ünnepe. Igen. Hogyan mutatta meg Isten a bűnös ember iránti szeretetét? Isten a bűnös ember iránti szeretetét úgy mutatta meg, hogy szabadított küldött számára Szent Fiát, Jézus Krisztust. Jól van, oda foglalj helyet. Varga Blanka. Szeresd az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Nos, mi az egyház életének legfontosabb eseménye? Az egyház életének legfontosabb eseménye a gyülekezeti Isten tisztelet, ahol az egyház tagjai Krisztussal és egymással való közösségüket gyakorolják. Igen. Na, a keresztség szereztetőségét. Nékem adatok minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokkal minden jövőket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítványokat, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Jól van, foglalj helyet. Varga Fruzsina. Mása szerint a törvénynek hármas haszna van. Tükör, fék és ösztöke. Tükör, mert meglátjuk benne bűneinket. Fék, mert visszariaszt a bűntől és bűnbánatra indít. Ösztöke, mert Isten iránti engedelmességre buzdít. Igen. Mikor tartunk Isten tiszteleteket? Isten tiszteletet vasárnap és más ünnepeken, valamint egyéb alkalmakor tartunk. Krisztus a hét első napján támad fel a halálból, ezért számunkra a vasárnap a nyugalom napja. Igen. Mi a Biblia üzenete? A Biblia üzenete az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen.
jól valósul foglal helyet, Vargas úr. A bűn engedetlenség Isten iránt, Isten szeretetet kíván önmaga és fele barátaik iránt, mi pedig gyűlöletre vagyunk hajlamosak. Ez a bűn. Igen. Mi a legfőbb része? A református Isten tiszteletünknek legfőbb része az ige hirdetés, amelyben Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig erre engedelmességgel és áldatossággal felel. Igen. Megvonta Isten a bűnös embertől szeretetét? Isten a bűnös embertől nem vonta meg szeretetét, mert Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem a megtérjenőséget. Igen. Foglalj helyet, Varga Szénia következik. Van-e következménye a bűnnek? A bűnnek van következménye, mert Isten a bűnnek hagyja a büntetésnek. Igen, na, te is mondd, mikor tartunk Isten tiszteleteket? Isten tiszteletet vásárnak és mesélnekkel van. Egy év alkalmak ott tartunk. Krisztus a hét elsőnökkel támadt fel a halálban, ezért szükség volt a megújításra. Igen. Jó, mi a konfirmáció? A konfirmáció hittől megerősítésen és a szentlakáta. Igen. Mi a Szentírás üzenete? A Szentírás üzenet az evangélium. Ez a görög szó a szentin magyarul. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, aki hisző benne, el nem veszem és örök élete legyen. Ugye, foglalj helyet. Vitális van. Vanda, mondd el az első, második, harmadik és negyedik barátra. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imád, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se, és semmi, ami a te kapuidon belül van. Mert hat napon át teremté az Úr az eget, a földet és a tengereket, és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovik. Ezért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Igen, na mondd el még a keresztség szereztetésévét. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én íme minden napom ti veletek vagyok a világ végezetéig. Ámen. Jól van, vonna foglalj helyet, és úgy gondolom nem maradt mi senki, igaz? Most pedig álljatok fel, gyülekezet is. És mondjuk el a fogadalmunkat és a fogadalom kérdéseire válaszoljatok meg, válaszoljatok együttesen. Ki jelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által most magatokra veszitek? Kijelentjük! Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan fog eljönni, ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Atyaszentegyházat, szenteknek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma, minden hívőnek üdvösségére,
és hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és az emberek között, és egyedül az ő halálába és feltámadásába vetett hitáltal igazulunk meg ingyen Isten kegyelméből. Hiszünk és halljuk! Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes követői és áldozatra kész hívei lesztek. Ígérjük és fogadjuk! A mindenható Isten tegye áldottá ezt a ti mostani fogadalmatokat, amelynek alapján anyaszentegyházunk rendje szerint benneteket a felnőtt egyháztagok sorába sorolunk. Ne feledkezzetek meg arról, hogy ez felelősséggel jár, hiszen magatokra vettétek, magatokra veszitek és érvényesnek kell tartsátok magatokra azt a fogadalmat, amit valamikor szüleitek és keresztszüleitek tettek helyettetek a gyülekezet közösségében. Most már ti magatok is kell törekedjetek arra, hogy Jézus Krisztusnak méltó követői legyetek. A mindenható Isten erősítsen meg ebben benneteket, kegyelmével, szeretetével és szent lelkével áldjon meg titeket. Most pedig egyen-egyenként fogadjátok azt az áldás igét, amelyet kinek-kinek Isten kegyelméből adok az ünnepélyes alkalommal. Minden gondolatokat őre elvessétek, mert neki mondja volt ez. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítja. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés van. A régi elmúlt és íme új jött létre. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten lelke. Áron vétettetek meg, ne legyetek ennek a szolgálja. Aki bízik az Úrban, az ő szeretettel veszik őt. Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. És megtanítlak, melyik úton kell járni. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Légy hű, mint válik,
és neked adom az élet koronát. A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van nála. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kérdéseiteket Istennek. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes útra. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úr közel. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem kérdezik. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is él benne. Az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz békesség. De akik az Úrban bíznak, erejük megvan. Ne félj, csak hív. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni.
Énekeljük el most a konfirmáló ifja énekét, Szent hitünkről vallást. Szent hitünkről vallást tettünk, te hallottad, jó atyánk, engedd mindig azt követnünk, amit itt most fogadánk. Jézus, ami vezérünk, példája szerint élünk, így élünk, így jutunk végre, örök élet üdvösségre. Sorsunk boldog majd most óha, ez a szent hit lesz velünk, el nem felejtjük, nem soha. Mit tanít nagy mesterünk, amit Jézussal vallunk, abban élünk és halunk, rátekintünk máshová nem, Isten úgy áldjon meg, ámen. Sított minden fáradtságát, meg tanított jóra, megfogta kezünk, szeressétek Istent, sokszor mondta nekünk. A Krisztus szerelmét oltott a szívünkbe, a hitnek virágát plantált a lelkünkbe. Szívemből kívánunk mindnyájunk nevében, áldja meg az Isten mind a két kezünket. Nagy tiszteletű jó úrunk, a szívünk ünnepi pohár, elmúlhatatlan hála az, mivel színültig telve áll. Sok kedves hónap elsuhant, nem baj, hisz nem haszontalan. A lelkünk már nem pallag, ott az ige elszórt magva van. Most megköszönjük azt a sok értünk elmondott hő imát, azért, hogy lássa meg szívünk jóságos megváltó urát. És megköszönjük azt a sok szigort, melyet ránk fordított, hisz rakoncátlan a mai fiatalság, ez nem titok. És most ígérjük lelkesen, ez az érzés nem hazug, hogy ifjú szívünk szép hitével ékesítsük evén falut. Nagy tiszteletű jó urunk, a kát élecke véget ér, de most jön majd a nehezebb, élni a hívők életét. Köszönöm, hogy elviseltetek, és elviseltétek azt a szigort, amivel voltam hozzátok. De azt hiszem, jól kijöttünk egymással, úgyhogy nem volt különösebb fennakadás. Hát hiszen ismerem én a mai fiatalságot, és öröm volt foglalkozni veletek. És a jó Isten segítsen titeket, és áldjon meg mindenben. Köszönöm Istennek ezt a szép mai alkalmat, és az ő kegyelme, szeretete, gondoskodása továbbra is legyen mindannyiunkkal, hogy megerősödjünk mindnyájon abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus által kaptunk, és amelyet naponta megújít rajtunk. Köszönöm. Testvéreim, folytassuk most Isten tiszteletünket. A 370. éneket énekeljük. Thank you.
Leírva található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 7. részének a 23. versében. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgálni. Foglaljunk. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Istennek szent igéje, amelyet felolvastam most előttetek. Egyik azon igék közül, amelyet áldás igeként is elmondtam. Nagyon fontosnak tartom ezt az igét, mert emberi viszonyulásaink közepette ezen a ponton kell valóban sokszor korrigálni az életünket, viszonyulásunkat Istenhez és emberekhez egyaránt. Azt mondja az ige, hogy áron vétettetek meg. Az élet áldozattal jár. És ez érvényes az új életre is, amelyre Isten elhívott bennünk. Ennek az új életnek, amelyre Isten elhívta az embert, az ára tulajdonképpen nem ezüst vagy arany, nem emberi vagyonba mérhető, hanem ahogy Pál apostol mondja, nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltott meg bennünket, Isten, ami hiába való életvitelünkből, hanem drága véren Jézus Krisztusnak a vére. Áron vétettetek meg. Amíg az ember ezt nem ismeri fel, addig kiszolgáltatva él a világ. Egy gyermek, ha ezt nem tudja, akkor akarva, akaratlanul, de szüleinek engedelmeskedve, vagy nem engedelmeskedve, belső lázadással éli a napjait, mert úgy érzi, hogy méltánytalanság történik vele akkor, amikor megpróbálják nevelni és irányítani a jóra. Áron vétettetek meg, azt mondja, Jézus Krisztus megváltottai vagyunk. Isten az embert szabadságra hívta el. Szabadságra, mert ugyan az emberi élet szolgálatból áll, emberi tevékenységeink nagy része valamiképpen szolgálat. Ám mégis ezt a szolgálatot nem rabszolgaként kell végeznünk, nem másoknak kiszolgáltatottan kell végeznünk, hanem mint szabad ember. Mert megváltott emberek. Hogyan vált meg bennünket Isten? Hogyan váltja meg életünket? Hogyan vált meg bennünket Jézus Krisztus a hiába való életvitelből? Úgyhogy Szentlélek által munkálkodik bennünk. Ezért nagyon fontos dolog, hogy figyeljetek oda Isten Szentlelkének bennetek való munkáját. Isten Szentlelkének a tevékenysége, a munkája megmutatkozik abban, hogy ébreszti a lelkiismeretet. Megmutatkozik abban, hogy önismeretre juttat benneteket. De ehhez hinni kell, és ehhez kell élni az Isten igéje. Az ige az, ami megnyitja a lelket. Az ige az, ami formálja az embert. Az ige az, amely nem tér vissza Istenhez üresen, hanem elvégzi az emberben a maga küldetést. És az igében magával az élő Jézus Krisztussal találkozunk, és az ige lábainknak szövétrekévé válik, tanácsadónká válik, az Istennek az igéje élő és ható, eljut az életünk minden apró részletébe, és alakítja, formálja az életét. Ezért erre biztatok benneteket, hogy mindenkor maradjatok ige közel. Hogyan lehetségesek? Látogassátok a gyülekezeti Isten tiszteleti alkalmakat, olvassátok a Bibliát,
Sőt, a Biblia ne csupán olyan olvasmány legyen a számotokra, mint más könyvek, hogy egyszer elolvassátok, vagy egyszer figyelmet fordítatok valamely részletére, hanem legyen lelki eleve, megelevenek. Az ige hatóvá válik az életünkben. Éljetek azért az Isten igével. Ám valóban kell hozzá felülről való értelmet. De ezt a felülről való értelmet, ezt a bölcsességet, ezt a felülről származó bölcsességet el lehet kérni Istentől, és ő megadja. Jézus azt mondja, kérjetek és adatik néha. Keressetek és találok, zörgessetek és megnyitatik néha. Isten országára utal, Isten szent lelkének a jelenlétére utal, sőt az ő személyes jelenlétére utal, amikor erre buzdít. Ezért legyetek mindenkor készek, szívetekben fogadni az Istentől kapott ügét, mert életeteknek formálódására van az, és az az ige, amely nem csupán elindít benneteket az előttől, hanem ami által meg is tudtok maradni, meg is tudtok állni a helyesetől. Isten az ő szent lelke által, az ő lelkének munkájával juttasson el benneteket érett nagykorúságra, mert ne felejtsétek el, hogy a konfirmációval tulajdonképpen nem az történt, és nem annak kell történnie, hogy ki konfirmáltok, hanem pontosan ellenkezőleg. A konfirmáció beavatása gyülekezet életében. A konfirmáció tesz benneteket és szabadít fel benneteket arra, hogy teljes jogú tagjaiként tudjatok élni a gyülekezetnek és a gyülekezetnek. Isten az ő szent lelke által segítsen azért benneteket ebben. Áron vétettetek meg. Az Isten fiának kellett szenvednie, értetek. A ti bűneiteket is oda vitte el Golgotai keresztre. A ti bűneitek is valamiképpen részeseivé váltak az Isten fia szenvedésének, és az a szenvedés, amely érettetek is, helyettetek is, miattatok is történt, kedvessé vált a mindenható Isten színe előtt, mert általa Jézus érdemében van menetelünk a mindenható Isten színe elé, és az ő érdeme nékünk tulajdonítani, az ő igazsága nékünk tulajdonítani igazságnak. Lige tovább azt mondja, ne legyenek emberünk szolgálat. Bár szolgálattal tartozunk embertársainknak, de Isten által felszabadítunk. Azt mondja, hogy ne legyenek emberek rabszolgálat. Mit jelent ez? A rabszolgálat valamiképpen teljes egészében rávaló tartozik emberek. Hál azt mondja, ha embereknek igyekeznék tetszeni, bizonyára Krisztus szolgálja, nem volt. Kell, hogy tessék, ami cselekedetünk és cselekedeteink, vagy a szavaink, az életvitelünk, az életünk példája embertársainknak is. Ám mégis nem a félelem kell, hogy vezéreljen bennünket, és nem valami keserű engedelmesség, amely mögött ott van a megfélemlítés, vagy valamiféle emberi számítás, hanem mindennek abból a belső lelki szabadságból kell fakadnia, amelyet Isten kegyelme által kaptunk. Isten a jó cselekvésére szabadított fel bennünk. Pál apostol mindezek ellenére Jézus Krisztus rabszolgájának mondja magát. És örömmel vállalja ezt, mert a végtelenül szabad Istent szolgálni az ember számára a legnagyobb kitelhetetlen. Ez az indíték legyen ott, hogy Jézus Krisztusra tekintsetek, Istenre figyeljetek, az ige legyen a ti vezérlőtök, mindenkor elé kész vezetni és pásztorolni bennetek. Hisz ahol ott van az Isten lelke, ott van a szabadság. Sőt, ahogy Pál apostol mondja a római levél 8. részében, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, azok Isten gyermekei, akik nem szolgaság lelkét kapták ismét a félelemre,
hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelki. Legyetek azért Isten gyermekei, legyetek azért Jézus Krisztus hűséges követői, hogy megállapodjon rajtatok az ő kegyelmének ereje, az ő szeretete, mert világunk is sóvárogva várja az Isten gyermekeinek megjelenését, azoknak megjelenését, akiknek indítékai felülről származnak, akiket Isten lelke vezérel. Legyetek azért Isten kegyelme által, ilyen Isten lelke által vezéreltek és vezetettek, és megállapodik rajtatok az Isten kegyelmének és hatalmának ereje, és engedi, hogy megtapasztaljátok mindenkoron az ő gondoskodó szeretetét és áldásait a sokaságnak. Ebben segítsen benneteket a mindenható Isten. Amen. Úrunk, köszönjük néked, hogy te szabadságra hívtál el bennünket. Köszönjük néked, hogy bűnköst szent ünnepében te egy új élet minőséggel ajándékoztad és ajándékozod meg a téged követő emberek. Urunk, köszönjük néked, hogy szent lelked által adatott nékünk új élet. Arra kérünk, hogy tarts meg bennünket ebben az új életben. Vezérelj hatalmas Isten mindjárt. Így könyörgünk most hozzád, most konfirmált ifjú testvéreinkért. Hatalmas Isten, szent lelkeddel, szeretetettel vedd körül őket és vezéreld őket. Urunk, könyörgünk hozzá, hogy áld meg őket egyen-egyenként is, és add, hogy meg elevenedjenek számukra azok az igék, amelyeket áldás igeként kaptak. És add a hatalmas Isten, hogy minden te üzenetek, minden te igény megelevenedjen az ő számukra, s várjon belőlük sok személyes üzenetség, hatalmas Urunk Isten. Könyörgünk hozzá, hogy áld meg a gyülekezetet, hogy a te áldásod és a te szereteted vezérelje mindnyájunkat, hogy oda tudjunk figyelni egymásra, és valamiképpen hatalmas Istenünk, cselekedj meg, hogy legyen lelki ébredés ebben a hazában, hogy megújuljon ez a nemzet, hogy élet támadjon a halál helyén, élet és üdvösség támadjon ott, ahol emberek százai vagy ezrei reményt vesztetten és csüggetten jár. Hatalmas Úr, könyörgünk hozzád, hogy hallgass meg imáinkat. Könyörgünk most hozzád gyászoló testvéreinkért. Te adj nékik vigasztalást. Bátorító, megerősítő lelkeddel, te munkálkodj az ő életükben, hogy az az élő reménység növekedjen bennük, amely általad adatott nékünk. Krisztusunk által, aki feltámadtál halálból, aki kegyelmednek erejével kész vagy megújítani bennünket és levenni rólunk a fájdalmaknak, levenni rólunk a félelmeknek és szorongásoknak minden terhet. Könyörgünk hozzá, hatalmas Istenünk, hogy légy gyógyítója betegeinknek. Te érintsd meg szereteteddel beteg testvéreinket, gyógyító irgalmaddal vedd körül őket, és megújító szereteteddel, hatalmas Istenünk, támasz életet, gyógyulás azoknak életében, akik rá vannak utalva bizony a te gyógyító irgalmadra. Mert nálad nélkül nem csak nem cselekedhetünk semmit, hanem nálad nélkül bizony reményvesztetté válnánk, és nálad nélkül hatalmas Istenünk, minden és minden összeomolna körülöttünk és bennünk is. Urunk, légy irgalmas és kegyelmes, áld meg bennünket, és tarts meg minket a te szeretetedben, és vezérelj bennünket a te lelked által. Krisztusunk érdemért kérünk, hallgass meg imádat. Amen. Mondjuk el testvéreim együtt, amit Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunk, a miértünk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mi
mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, minden örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Miként szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, amiként elénk adja ezt Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részének a 23. és azt követő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette el kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondva. E pohár, amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg nem eljövet. Istenünk színe előtt tegyünk bűnvallásra következőképpen. Hatalmas Isten, színed előtt megvalljuk, hogy a te isteni mértéke szerint bizony büntetést, halált és karzatot érdemlő emberek lennénk, ha rajtunk meg nem könyörülnél, Szent fiadban, Jézus Krisztusban. Hiszen sokszor és sokféleképpen vétkeztünk ellened és embertársaink ellen. Gondolatban, szavakban, tisztátalan indulatokban, cselekedetekben, és ki tudná felsorolni a mi mulasztásainkat is. Hatalmas Urunk, tudjuk, hogy egyet cselekedhetünk. Hozzád folyamodunk, mert tudjuk, hogy irgalmas és kegyelmes Isten vagy, aki nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Urunk, köszönjük néked azért, hogy alkalomról alkalomra te megtisztogatsz bennünket, és adod bűneink bocsánatát. Most is ezt kérjük tőled. Bocsáss meg nékünk, Szent Fiad Jézus Krisztusunk érdemében. Itt te kihullott drága vérednek, megtöretett szent testednek érdeme, tulajdonítassék nékünk, hatalmas Isten, lelkünknek épülésére, kegyelmed erejének bennünk való gyarapodására. Kérünk, hallgass meg imánkat, és add a te bűnbocsátó, irgalmas szeretetedet. Krisztusért. Amen. Megvallottuk bűneinket. A fogadalom tétel alatt az apostoli hitvallás elmondásával megvallottuk a mi keresztény hitünket is. Most még Anyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, amelyre együttesen válaszoljunk meg Isten és egymás színe előtt hallható szóval. Isten jelenlétében megvalljátok-e, hogy az ő isteni mértéke szerint büntetést, halált és karzatot érdemlő bűnösök lennétek, ha rajtatok meg nem könyörülne. Megvallás. Hiszitek-e, hogy Isten könyörülő kegyelme megjelent Jézusban, aki az ő kereszthalála és feltámadása által örök életet szerzett a benne hívőknek? Hiszen.
Ígéritek-e, hogy ti a kegyelemért úgy adtok hálát, hogy megváltott emberekként az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ígérjük. Én is mind ezeket veletek együtt megvallom, hiszem és ígérem most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan, bár hivatalos szolgája, hirdetem ti néktek, a ti bűneiteknek bocsánatát, amelyet Isten kész megadni az ő szent fiának, Krisztusnak érdemért. Most pedig a megbeszélt rend szerint éljünk az úrvacsorával, a gyülekezetnek helyén maradó része a 440. éneket énekelje az úrvacsora osztályban.